Hát kérlek szépen, ez 56. július 13-án pénteken, tehát szerencsét, többszörösen szerencsétlen napon folyt ez az akció, amikor is Budapestről Szombathelyre készültem hazamenni a szokásos malév légijáratok valamelyikével. Előtte Pesten volt egy tárgyalásom, és aztán annak rendje módja szerint elindultunk. És az volt a nagy szerencsém, hogy az a társaság, akiről végén kiderült, hogy ezzel a géppel akarják elhagyni az országot, az egyik fickó, hogy úgy mondjam, lekáderezett, megkérdezte, hogy sokat repültem, miért voltam itt. Tehát mindent, és a végén tisztem, mert arra gyanakodtak, hogy van ávós gépkísérő, és így engem kiszúrtak, hogy egy biztos, hogy én nem vagyok az. Aztán, hát én nagyon sokat repültem abba az időbe, szinte hetenként. Akkor az egyik fickó, aki a kimenős társaságba tartozott, az Komáromnál, vagy előtte még Szőnynél, azt mondta, hogy Nini, itt van Győr, mondtam neki, hát ez egy óriási tévedés, mert Győr az még valamivel odébb van, ez csak Komárom vagy Szőny már lényegtelen ebben a pillanatban. És akkor békésen repültünk tovább, aztán elérkeztünk Győrig, akkor mondtam ennek a hapinak, hogy hát látja, az ott lent, az Győr. És erre közölte, hogy Nini, itt van Győr, és abban a pillanatban elkezdődött a kimenő akció. Egy női utas kivételével, meg az én kivételemmel, akiről tudták, hogy nem vagyok beépített ember, az összes többi madarat jól fejbe verték. Úgyhogy nekem meg az volt a szerencsém, hogy én elaludtam, és így aludtam az előttem lévő ülés alá. Beszorítottam a lábamat, mert amikor ezek volt a kimenő társaságban egy repülőtiszt, akit kiszűrtek a honvédségtől, mert nem lépett be a pártba. Ő pedig egy ilyen méretes csavarhúzóval feltörte a vezetőfülkébe vezető ajtót, és rendkívül értékezékkel felmérte, hogy az ajtótól jobbra ülő pacáka az ávós gépkísérő, mert hiszen az utasok között nem volt ilyen. Úgyhogy azonnal nekiállt ütni, verni a hapit, megfojtogatni, ez meg a zsebéből ki akarta szedni a pisztolyát, de olyan pehes volt a madár, hogy beleakadt a zsebbe, úgyhogy amikor rántott rajta egy nagyot, akkor a pisztolyt elejtette, és a kimenős fickó nyúlt érte előbb, és elsütötte a pisztolyt, akkor a Tóth Satya, a fedélzeti szerelő mondta, hogy na fiúk, adjuk meg magunkat, mert most már ennek a játéknak vége. Hát közben, amíg idáig jutottunk, addig a Góré műrepülést csinált egy utasszállító géppel, ami egyáltalán nem volt barátságos jelenség, de túléltük azt is. És akkor az a tag, aki hát katonapilóta volt, az átvette a gépnek a vezetését, és megcélozták a Dunát, és Pozsonynál kísértünk a Dunáig, és ott olyan alacsonyra letette a gépet, hogy a galéria erdők szintje alatt mentünk egészen, szinte egészen Bécsig.
Hát közben Magyarországon riasztották az egész légvédelmet. Kecskemétről két magyar vadászgép szállt föl, Pápáról két szovjet vadászgép, hogy meg kell akadályozni ezt az utazást, és hát akkor az volt az elvi állásfoglalás, hogy ha nem száll le a gép, akkor le kell lőni. Hát mi nem szálltunk le, és egy földi meg olyan alacsonyan repült ez a fickó, hogy egy földi megfigyelő azt jelentette, hogy kényszer leszállt a gép. Mi meg szépen a Dunán elmentünk Bécsig, egész alacsonyan. Akkor felemelkedtek, néhány száz méter felemelkedett a góré, akkor már visszakapta a vezetést a góré, hogy vezesse ő a gépet. Fölemelkedett néhány száz méterre, és a tagok a holmiuk között, ami a műrepülés következtében teljesen összekeveredett, elkezdték keresni a térképüket, hogy hogy kell kimenni Németországba. Végén meg is találták, és egy kis zsebtérkép volt, ami sok mindenre alkalmas volt, csak tájékozódásra nem. Ja, azt még el kell mondani, hogy a bűrepülés következtében minden tönkre ment a gépbe. Az ajtó kinyílt, ami csomag volt, azok repültek jobbra-balra, úgy az egyik nem kimenős embernek a karját törte el egy láda. A kimenősök között lévő egyetlen hölgynek a medence csontja törött össze, tehát volt elég tisztes veszte. A személy állományban elég tisztes veszteség. És akkor ott álltak megfürödve, térkép nincs. Hát én meg teljesen be voltam gazolva, hogyha valahol elkapják a gépet, én hogy mosom ki magam abból, hogy engem nem vertek össze, és az összes többit. Igen, úgyhogy úgy gondoltam, hogy besegítek ezeknek az idiótáknak, mert fogalmuk nem volt semmiről. Én meg a szakmámból következően jól tudtam, hogy a Dunán milyen vizerőművek vannak, és akkor az egyiktől a Duna fölött repültünk, akkor mondtam, hogy ez itt Ypres-Perzenburg, a következő a Kachlet volt talán, mindegy. A céluk az volt, hogy a müncheni polgári repülőtéren szállnak le. Hát én megsatszoltam, hogy amikor a Dunát ott hagytuk, akkor körülbelül, hogy lehet elérni München térségébe, tévedtem, mert attól északra értük el az autópályát, és én azt mondtam ezeknek, hogy onnan még tovább északra lehet München, ami nem volt. Akkor láttunk egy az autópályától jobbra egy repülőteret, ami teljesen üres volt, azt mondták, hogy hát ők Münchenbe akarnak menni, akkor menjünk tovább. Egyszer csak megszólalt a góré, hogy még negyed órára való benzinünk van, úgyhogy le kell szállni. Akkor megfordultunk, elmentünk eddig az üres repülőtérig, és oda letették a gépet. Az ajtót leszerelték, a sebesülteket arra fektettük, aztán úgy vittük ki, és így szépen sorba fölre lefektettük a földön. De az erdő, egy erdő volt a repülőtér mellett, ott egy polgár tolta a kerékpárját, oda jött a repülőgéphez, és megkérdeztem tőle, hogy ez kelet vagy nyugat, Németország, mondta, hogy nyugat, és akkor meg nyugodott az egész társaság. Látta, hogy van ott egy csomó sebesült, fölült a kerékpárjára,
bement a faluba, telefonált orvosért, kijött az orvos, ellátta őket, az orvos hívott mentőt, a mentő elvitte őket, és ez már mind lejátszódott, amikor megjelent az első odavalós rendőr. Akinek elmondtam, hogy hát mi is történt itt, akkor ő hívta a központját, onnan is kijött valaki, és ez az úgynevezett Manhing nevű település mellett volt ez a repülőtér, és elhelyeztek minket az ottani, nevezhetem, szálló is volt, és egy jól menő étterem a földszinten, kugli pályasszal, minden, sok minden volt. És oda jött a tulajdonos, és mondta, hogy hát uraim, szíveskedjenek minél többet fogyasztani, mert amit önök itt fogyasztanak, azt vagy Németország, vagy Magyarország fogja fizetni maguknak, ez egy fillérjükbe nem került. Meg is történt a számottevő fogyasztás. És valamikor vasárnap jöttek, akkor nem követség volt Németországban, hanem valami kereskedelmi Isten tudja mi, akik a magyar államot képviselték, mert például vízumot ők adta, voltak jogosultak kiadni. És azok közül is emlékszem a küldöttség vezetőnek a nevére, aki Gáti János volt. Egy írtó rendes, korrekt pacák. És ők csak akkor jöhettek oda hozzánk, amikor előtte már minden kimenős ember nyilatkozott, hogy kint akar maradni, vagy haza akar menni. Hát az én ügyem az teljesen egyértelmű volt, mert feleségem, lányom itthon volt, hát nyilván én haza akartam jönni. Na, megszervezték a hazautat, és akkor hát a sebesülteket elvitték az ingolstadti kórházba, és megindult egy szép karaván hazafelé, két mentőautóval, egy személyautóval az osztrák határig szirénázó díszes német rendőrautók kíséretében. Nagy élmény volt. És hát eljöttünk hazafelé. Akkor Bécsben éjszakáztunk a bécsi magyar követségen. Most nem jut eszembe, hogy ki volt akkor a követ, utóbb pedig külügyminiszter lett a pacák, nem emlékszem, hogy hívták, nem is lényeges. A lényeg az, hogy ott tartottak egy sajtókonferenciát. Kérdezgettek elsősorban, kérdezték az újságírók, az ávós fickót, aki doktor Elek néven mutatott be a nagykövet, és elég nehezen lehetett kimagyarázni, hogy ez egy rendes, tisztességes utas volt, de azért valami, szerintem nem volt olyan hülye újságíró, aki ne tudta volna, hogy ez milyen tisztességes, rendes utas volt a doktor Elek. Amikor vége lett, akkor a nagykövet között, hogy sajnos már az egész reprezentációs költsége elfogyott, úgyhogy nem tudtok vacsorát adni. Aztán másnap hazajöttünk, Hegyes Halomnál oda sündörgött egy pacák, mondta, hogy hát ő az államvédelmi hatóságtól volt, szeretne majd velem néhány dologról beszélgetni. És abban maradtunk, hogy 3 vagy 4 nap múlva Szombathelyen majd fölkeres, ami meg is történt, és elmeséltem neki, hogy repültünk.